Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz. Akkor be az öveket és nyújt hozzák a Parallaxisba. Üdvözlünk a Parallaxis univerzumban! Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az MD Media bemutatja. tudományos és fantasztikus élmények itt a Parallaxis Univerzum háttérműsorában. Ez itt a Parallaxis Extra, az MD Media tudományos és fantasztikus podcastjének különleges kiadása. Sok szeretettel köszöntök mindenkit a Paralaxis Extrában, ahol is fő témánk most mesterséges intelligencia lesz. A mikrofonnál ezúttal Melon, és itt ragadnám meg az alkalmat, hogy bemutassam szponzorainkat, azaz titeket, hogyha kedvetek és lehetőségetek van, akkor támogassatok minket a patreon.com per Paralaxis oldalon, ahol a premier előtt és extra tartalmakhoz is hozzájuthattok. És szeretettel köszöntöm beszélgető társaimat. A piros sorokban Vince Miklós, az MTA ELTE elméleti fizikai kutatócsoport tudományos főmunkatársa, a Parallaxis tudományos szerkesztője, és a szokol ébresztő, azaz az űrös műsor házigazdája. A kék sorokban Hódi Árpád a Microsoft Customer Success és Support lead aki, hogyha információim nem csalnak, akkor itt a cég AI megoldásainak a szakértője és hírvivője. Én is köszönöm a kedves hallgatókat. Hát igen, többé-kevésbé lehet így fogalmazni. Aval foglalkozunk, amikor az kedves ügyférmel szeretne bevezetni egy technológiát, azt segítjük, hogy minél sikeresebb legyen, innen jön a Customer Success, és azt az üzletágat vezetem. Az AI az erősen tartozik ebbe igen. De ami engem illet, engem jól bemutattál, igen, az, az fedi a valóságot, <gül> ja. <gül> igen, hát Miklóst azért az állandó hallgatóink természetes, hogy ismerik. És hogyha már itt tartunk, az állandó hallgatók, ők szívesen utána olvasnak, ugye akár fogalmaknak is, amik számukra ismeretlenek, de azoknak a hallgatóknak a kedvére, akik nem feltétlenül szeretnének ezeknek utána járni, arra szeretnélek megkérni benneteket, hogy igyekezzünk majd kerülni az ilyen mély alapfogalmakat, illetve hogyha szükséges valamit feltétlenül definiálni, akkor próbáljuk meg egy-két mondatban. Jó? Ez, hogyha így lehetséges. ez az, amit Szilárd Leó úgy fogalmazott meg, hogy tételezünk fel végtelen intelligenciát, de nulla előismeretet. A hallgatóságról. <laughs> ugye? Ezt, ezt kéne. Nekem nehéz lesz, már előre mondom, mert a cégen belül a hunglis az a bevet, tudjátok, hogy minden, mindennek hárombetűs rövidítése van, és keverjük a magyart az angolra, de megpróbálom a legjobban. <laughs> no hát, oda indulnénk, hogy a Miklósik ugye, többször foglalkoztak a parallaxisban, legutóbb például a 107-es adásban a mesterséges intelligencia kérdésével, és hogyha már ezt így a filmek kapcsán elég sokszor felvetettétek, akkor én szeretnék innen elindulni egy kicsit, hogy a filmekben látható mesterséges intelligenciával kapcsolatban nektek mi a véleményetek, tapasztalatotok, és majd innen szeretnék egy kicsit tovább lépni a való életre. Szóval a filmekkel kapcsolatban, mit gondoltok? Én? Na, hát figyeljetek csak! Hát ugye én vagyok ebben a kérdésben a legkevésbé szakértő, úgyhogy én azt gondolom, hogy... A filmekben te... és annak tudományos elemzésében mindenképp te vagy a leginkább szakértő. A, igen, de, de minden esetre ugye, én alapvetően egy kő alatt ugye, mint tudjuk az biztos, hogy alapvetően, amit én az életemben látok és tapasztalok, és most ugye mindannyian nap mint nap kölcsönhatunk a mesterséges intelligenciával, azért azt hiszem, hogy bizonyos szempontból azok a fajta mesterséges intelligenciák, amit például az AI című filmben látunk, ugye, ami lényegében egy érzelmi intelligenciával is rendelkező robot kisfiúnak a rendkívül megható története, és egyébként szerintem azt már akkor megcsinálta a Spielberg ezt a filmet, amikor az emberek 90%-a még nem ismerte azt a rövidítést, hogy éljálj. tehát sokat tett azért, hogy ez a rövidítés elterjedjen a, a, világban, tehát attól még szerintem megnyugtatóan, vagy ha úgy tetszik elszomorítóan, ezt majd megbeszélünk, messze vagyunk, viszont az meg, hogy, hogy én itten pályázatírásban, cikkek írásában, dolgozatok javításában tehát már konkrétan egy mesterséges intelligencia segít nekem abban, hogy megmondja egy másik szövegről, hogy azt egy mesterséges intelligencia írta el, meg ilyenek. De ezek olyan dolgok, amikről, ha három évvel ezelőtt tetted volna fel ezt a kérdést, akkor azt mondtam volna, hogy ilyen csak a Star Trekben van, meg ilyen csak a, az ilyen olyan éjjeljös filmekben van, amikről már mindjárt szó fogunk ejteni. Pedig akkor én már beszélgettem Sirivel például, de még akkor is azt mondtam, hogy ez még nagyon messze van, 2021-ben, amikor Amerikában voltunk, és akkor orvoshoz próbáltam menni, és fél órán át beszélgettem egy géppel, akkor az már úgy már elkezdtem érezni, hogy itt valami jön, és most meg már teljesen abban vagyunk. Tehát most azt mondom, hogy például egy olyan okos fedélzeti számítógép például, amiket a legtöbb science fiction-ben kérünk, hogy izé, kompjúter, mondd meg, hogy mi a legrövidebb út az A pontból B pontba, hát az hétköznapi tapasztalat. A nagy kérdés az, ehhez kell majd a szakértelem, ami nekem nincs, hogy vajon tényleg ez milyen értelemben intelligencia, de ez végül is ebből is magunkról tanuljuk meg a laptopet, hogy mi az, hogy intelligencia, és ezt nem tudom. Kicsit kontextusba próbálnám helyezni, mikor ez a téma egy felmerült, hogy nekem kettő dolog ugrott be. Az egyik az az, hogy a filmekben, főleg a sci-fi filmekben két fő típusú mesterséges intelligencia van. Az egyik az, Valamilyen eszközhöz kötött beszélő utasításokat fogadó mesterséges intelligencia, ez lehet például a Star Treknek a, a, az űrhajó kompjútere, ami ott ugye irányítja az összes űrhajós berendezésnek lehet tőle mindenféle információt kérni. Proaktívan szól, hogyha valami nem jó. Ugyanez van a vasemberbe ugye ott volt a Jarvis nevű intelligencia, ugye ő, ő egy kicsit jobban hasonlít már a most elképzelt mesterséges intelligenciára, mert ott ült ott a. Ott a a vasemberbe, és akkor lehetett tőle kérdezni mindent, kalkulációkba segített, szimulációkat végzett el, különböző helyzetelemzéseket végzett. Tehát, hogy vannak ezek a valamilyen funkcionális, beszélő, gondolkodó, de mégis helyhez kötött dolgok, és a másik nagy csoport azok a robotok. És azok ugye, hogy a robotok most vagy önállóan, vagy valamilyen központi akarat által vannak vezérelve, és jók lehetnek, meg rosszak, ugye erre is van filmekben különböző példa, de általában a másik ilyen megjelent dolog az a, a mászkáló robot, néha fog egy fegyvert, aztán elkezd lőni, meg ugye az emberiség ellen fordul, meg a másik oldalon meg vannak azok a filmek, amikben, mondjuk ilyen például, amik a Skynet, vagy a Terminátor, ugye az a nagyon régi, nagyon jó példa erre a dologra, de ott van, vagy ott a hal 9000 még szintén az őskorból, ugye, amikor a, nem nyitotta ki a dévnek az ajtót, meg megpróbált átvenni az uralmat, de vannak ezek például az iRobotba, lévő, meg ezek a maszkal önálló gondolkodó, de egyébként embereket segítő gépek. Én ezt a két kategóriát hasonlítanám össze. Mind a kettőre tudnék mondani egyébként, hogy miért nem lesz kifi szerintem egy 10-20 év múlva, mert ha valaki nézi például mondjuk a Star trek én, én azon nőttem föl, meg szeretem az összes Star Trek sorozatot néztem, és egy 20 évvel ezelőtt ez egy elképzelhetetlen skifi volt, hogy csak oda gyomok neki valamit, csak azt mondom, hogy hé, komputer, akkor ez meg az van, és egyből válaszol. Ugye ez egy skifi volt régen. Amit most az OpenAI kihozott új nagy nyelvi modell, ugye ezt a GPT 4 ónak hívjuk, most a net az tele van vele, hogy milyen fajta demókat lehet vele csinálni, érzelmeket szimulál, a válasz ideje az emberi válaszidővel összemérhető, hangsúlyoz, éneken, nevedgér, ugye volt kritika, hogy néha még flörtölt is egyébként a, a kedves másik oldallal, és ez annyira gyorsan működik, hogy kvázi, tehát én csináltam olyat egyébként csak játékból, hogy ezt a GPT-4 ót, még nem az új hangmodellel, hanem még a régivel, megértem, hogy legyen ő a Star Treknek a ship -komputere, és ugye elkezdtem vele játszani ilyen filmesztorikat, és meglepő. Ugye, mivel tudja egyébként az összes Star Trek dolgot, tehát ha megkérdezem, hogy milyen helyzet, akkor rögtön mondja, hogy a szenzor a harmadik emeleten, a harmadik dekken tachion sugárzást érzékelt, és jönnek a, a, klingonok jobb oldalt, a radaron vannak, és akkor vörös riadó, és ezeket nem kell neki mondani, mert ezt tudja. Tehát, hogy bázi már egy ilyen, egy ilyen űrhajó kompjútert már most tudnánk építeni és ugye ez még csak most fejlődik. Tehát ez a modell, most értünk be oda, másfél éve jött az első ilyen nagy publikus chatgpt is felület, már van hozzá beszélünk, teljesen jól érti, már egyébként a magyar is, de angolban aztán már lassan megkülönböztetetlen egyébként, hogy ember vagy gép beszél. Tehát nem vagyunk csak egy pár évre attól, hogy ilyen tupusú interfészek és számítógépek azok a napi valóság részeivé váljanak és akkor gondoljunk bele, hogy a Star Trek az 2300 körül játszódik. Tehát nem kell addig várnunk, ez biztos. Ez a része, ez még talán így a jobbik eset, legalábbis, hogyha átlag user szempontból nézzük. Viszont a másik, amit említettél, ugye a harci robotok és hasonló dolgok, az azért már egy kevésbé szép időszakot, így a jövőre előrevetítendő, de azért ettől még egy kicsit messzebb állunk, ugye? Én úgy látom, hogy talán remélem, igen. A fundamentális különbség egyébként, hogy a filmekben úgy meg ezek a robotok, nem tudom, hogy ki olvas, vagy ki szerette az én az Isaac Asimov regényeken nőttem fel gyerekkoromban, és ott ugye ez a pozitron agy, ami, ami volt ott, tehát ott az jelentett, hogy minden egyes individuális robot az egy saját gondolkodó egység volt, és saját maga ellátott, mű, működött és ment. Én igazából úgy tudnám elképzelni, hogy jelenleg még nem tartunk itt számítási kapacitásba, tehát biztos, hogyha bármilyen robot is lesz, az valamilyen 5G-vel, vagy valamilyen kapcsolatot kell, hogy egy központi dologgal tartson, mert önállóan individuálisan nem lesz ilyen szuperintelligens még egy ideig. De egyébként, ha már a Simovot behoztad, akkor az Alapítvány és Földben ugye van a Gaia nevű Így. kollektív tudattal rendelkező civilizáció verzió, akik ugyan emberek, de lényegében, lényegében megvalósították azt, hogy ilyen össze van kötve a tudatuk, és egy kollektív tudatot alkotnak, és szerintem ehhez viszont félelmetesen közel jut ez a dolog. Ha már Asimov, szerintem a jövőkép az inkább a, volt neki ez a robotika univerzuma, vagy egy ilyen novella sorozata, és abban volt ez a mezítelen nap, ez egy, még az elején volt az egyik ilyen novella, ami arról szólt, hogy a Solarisnak a lakója, ami egy bolygó volt, ott kb. egy 20 ezer ember élt az egész bolygón, úgyhogy földrajzilag nagyon messze voltak egymástól. A solaria. Nem? Szolária, szol bocsánat, már régen olvastam. És lényeg az, hogy ugye ott annyira paráztak, az emberek egymástól, akik ott éltek, hogy az, hogy fizikailag találkozzon valakivel, az ilyen, ilyen hidegverésbe ment át bárkibe, és ugye a farmokba a kaját is robotok állították elő, a házt is a robotok kartották karban, tehát minden egyes óriási nagy farmon egy darab ember élt, és átózéig kiszolgálták a robotot. És ugye a sztori egyébként az volt, hogy a, történt valamilyen gyilkosság, és oda ment egy nyomozó, és akkor próbálták hogy kideríteni, hogy mi van. De lényeg az, hogy ez a fajta utópia szerintem sokkal közelebb áll az emberiséghez, mint az, hogy legyen egy ilyen nagy kollektív intelligenciám, de ezzel tudnánk vitatkozni. Igen, ez, 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 nekem mindig az volt arról az érzésem, hogy ez a nagy texasi létélmény, amikor van egy akkora rencs, ahol te vagy az úr, és akkor utána izé 50 kilométerre vagy 30 mérföldre onnan lakik a következő user. Én, én ezt jobban látom, mint ezt a kollektív csippeket, Elon Musk csippekkel összekötjük magunkat. Igen. De látod, igény az volna rá, mert tényleg, hogyha belegondolsz az Elon Musk féle próbálkozásokra, Neuralink és hasonlók, akkor itt ez abszolút fölsejlik, és szerintem ugye az van, az a Murphy-törvény, hogy amit... És voltak rá jelentkezők, hogy... I igen, így van. Tehát, Sajnos betö betörik a vezeték meg korodá, de mindegy, most még az első próbálkozásnál tartunk. Átveszem egy kicsit a melon szerepét, de hát ezt muszáj megkérdeznem. Tehát, hogy egy olyan ember, aki otthon a mesterséges intelligencia fejlesztés frontvonalában, mint te, az mennyire fél a jövőtől? Egy általában egy pozitív várakozás van benned ezzel kapcsolatban, vagy egy, vagy egy félelem? Ugye tudunk olyat, aki például az, az az arc, az az egyiptomi születésű programozócsávó, aki a Google-nek volt a, a mogaudat, azt hiszem ez az ő neve, ugye ő kilépett, mert konkrétan berosált attól, amikor látta, hogy egyik napról a másikra, amúgy a fizikailag létező robotok megtanulták, hogy hogyan kell fölszeregetni a labdákat. Igen, azt az interjút láttam én is. Most azt nem, nem kommentálnám inkább. Pedig érdekelne, de a kérdés az, hogy te hogy állsz Igen, én, én azért én sokkal optimistább vagyok, tehát azt lehet mondani, hogy én mondjuk 90 ban optimista vagyok. Szerintem ez egy olyan technológia, ami tényleg egy, Fú, nem is tudom a szép magyar fogalmat rá, sorry. <laughs> tehát lényeg az, hogy egy óriási nagy békaugrás, hogy ez a leapfrog, tehát egy teljes mértékben egy ilyen újabb mérföldkő lesz az emberiség történetében, és na nagyon bízom benne, és tényleg optimista vagyok, hogy ez egy pozitív dologba fog kifutni. Nyilván lesznek negatív árnyoldalai, mint minden más dolognak, de ez nem a technológia miatt lesz, hanem az emberek miatt. Abban nagyon nem hiszek, hogy majd létre egy olyan technológia, ami így fellázad, és akkor elkezd az emberiség ellen fordulni, azt, mint minden más egyébként az IT-ban ma is lévő eszközöket, hogy az emberek rosszra használják, az benne lesz, és nyilván neve foglalkozni kell egyébként gyártói oldalon is, és foglalkozni kell egyébként kormányzati oldalon is, hogy olyan intézkedéseket hozzanak, amik ezt meggátolják. Most csak egy nagyon jó példa, ami most is megy, ugye ezek a deepfake videók, az, hogy már csalásokat követnek el, unokázós csalásokat, avval, hogy a gyerekek hangján feltrénelt modellel hívják föl a nagymamát, hogy utaljon pénzt. Tehát ezek már ma is létező dolgok, ha ez most egy kicsit tovább fejlődik, és mondjuk egy-két év múlva eljutunk odáig, hogy a videót sem tudod megkülönböztetni, tehát valakiről elég a, a melóról egy kép, és onnantól kezdve én föl tudom hívni a kedves rokonát hogy úristen utaljál pénzt, mert bajba vagyok, az ő hangján, az ő mimikájával, nyilván ezek lesznek. Tehát ez, ez nem, sőt már egyébként ugye, vannak. tudjuk is, hogy már ez előfordult, de én azt még azt is el tudom képzelni, hogy ez egy napi szintű dologgá fog válni egy pár éven belül, ahogy a technológia egyre jobban elérhető lesz, de nem ettől lesz rossz az AI. És ráadásul ugye meg kell különböztetni az AI-okat is, mert az emberek fejében az az AI dolog, meg ez a mesterséges intelligencia, ez nincs szétválasztva. Aki nincs benne ebbe jelenleg, az csak valami nagy masszának látja ezt a dolgot, és nem is igazán tudja megkülönböztetni. Ezt meg edukációval kell tudni kezelni a felhasználó felé. Ugye itt elhangzott ilyen is, hogy ugye az emberek nem nagyon tudják a nagy masszából megkülönböztetni azt, hogy mi AI, mi milyen fajta AI, és így tovább. Tehát erre szeretném egy kicsit földobni azt a kérdést, hogy nézzük azt meg, hogy jelenleg pillanatnyilag miben használjuk, mi az, amiben esetleg nem is gondolják az emberek, hogy benne van, hiszen irodában, az iparban, a tudományban elég sok mindenben benne van már valamilyen jellegű AI használat. Kicsit ezeket próbáljuk bemutatni, hogy mi az, ami már van ezekből, és melyikben hol használjuk. Nem tudom, mondjuk itt az irodai használatot, azt alapvetően Árpád gondolom neked dobnám fel, hiszen most lényegében szinteti, mindenbe beleintegráljátok már az AI-t. Egyébként az az érdekes, ha valakinek most tűnt föl, hogy van AI, akkor azt szeretném felvilágosítani, hogy ezek az úgynevezett gépi tanulásos dolgok, ezek olyan 1960-tól vannak velünk. Nyilván egy sok egyszerűbb formában kezdődött, de ez nem egy új dolog. Csak azért, mert ugye amikor a gépi tanulás van, akkor aki távolról jön, az egyből terminátorra gondol, de itt nem erről van szó, hanem itt arról van szó, hogy ha mondunk neki egy csomó adatot még egy gépnek, például betöltjük mondjuk egy biztosítónak a baleseti statisztikáit egy gépbe, és akkor megmondjuk, hogy milyen autó kivezette, férfinő vezette, városban, autóúton, stb. történt, tehát nagyon sok információt betöltünk, és ezt feltanítjuk egy algoritmussal, egy ilyen gépi tanuló algoritmussal, akkor utána kapunk egy olyan modellt, hogyha azt mondom, hogy én egy tudom, én 43 éves férfi vagyok, és van egy piros Skodám mondjuk, akkor meg fogja tudni mondani az algoritmus, hogy én milyen kockázati csoportba tartozok az összes eddigi dolog alapján. Vagy ha egy banki ügyfél mondjuk háromszor panaszt tesz egymás után egy héten, akkor az összes eddigi panasz bejelentésből meg lehet mondani, hogy az az ügyfél az tényleg elégedetlen, és valószínűleg ott fog behagyni a bankot, hogyha nem csinálnak vele valamit. Tehát ezek a gépi tanulásos dolgok, ugyanez van a banki szektorban, a kártyatranszakciók, tudjátok, milliárd transzakció van, és egy idő után azért fel lehet ismerni olyan összefüggéseket, mondjuk nagyon egyszerűt mondok, fizettem a kártyámmal a sarki közérbe, majd három másodperc múlva Venezuela-ba ültem a taxiba, akkor az mondjuk nem valószínű, hogy hogy az ott, az ott, rendben van. Tehát valószínűleg valaki ellopta a kártyadataimat, és éppen le akarja róla nyúlni a pénzt. Tehát ezek a típusú tanulások, ezek nagyon régóta vannak, és ezt is ai hívjuk. Azt is ai hívjuk, hogy a telefonon felismeri, hogy ott a macskám, és bekategorizálja, vagy a családtagok szerint ugye az felismeréssel szétválogatja a képeimet, hogy kinek a képeit látom. Ez is AI. Ez is ugyanaz a gépi tanulás, meg deep learning. Vagy amikor megverte az első deep learning, vagy azt nem is tudom, hogy pontosan mikor volt, lehet, hogy te Miklós tudod az IBM-nek a, a... Deep Blue, de A Deep Blue. Na most az a vicc, hogy igen, ez nagyon érdekes, mert én azt hiszem, hogy az ugye nem mély tanulásos volt, hanem ott konkrétan beprogramozták neki a sakk szabályait, és egyszerűen ő kiszámolta, tehát ő olyan értelemben szerintem egy másik kategória, ami a Kasparovot megverte annak idején. Lehet, hogy az nem az a klasszikus mesélő. Igen, de azóta már van olyan, aminek nem mondta meg senki, hogy mik a sak szabályai, csak megfigyelt rengeteg sakjátsmát, és ezután is képes már megverni. Na, az már ugye egyértelműen ez a kategória, amit mondasz, ugye, amikor megfigyeli a korrelációkat, hogy milyen lépés, mi, mi, mi hova lépés, hogy nyer. -e. Ez egy nagyon érdekes kérdés, mert szerintem az emberek amúgy joggal mondhatták 1990, mit tudom én, négyben, vagy akkor tájt, amikor ilyen sakkozógépek elkezdtek így komolyabb dolgokat művelni, hogy azt mondták, hogy hát ez már a mesterséges intelligencia, mondhatták úgy az utca embere, hiszen hát csak az egy komoly dolog. Pedig, ugye, ott még, ugye szerintem ott még alapvetően másról volt szó, mert én ezt így kívülről így látom. De javíts ki, ha tévedek. Mert az más, amikor egy gépnek megmondod az összes játékszabályt, és ő kiszámolja egy, egy előre beprogramozott matematikai függvényt optimalizálva, hogy mi az optimális lépés. És hogy mi, mi, mire hajtunk, és akkor kiszámolja, hogy mit csinál, és ő abzal veri meg az embert, hogy egy másodperc alatt sok millió lehetőséget végig tud pörgetni. De attól még ő nem ilyen értelemben intelligens. De, de, tehát a, tehát a, deep learning meg a machine learning algoritmusoknak az a lényege, hogy ő ugyanúgy asszociál. Az egész mögött nem akarok belemenni, ilyen vektoradatbázisok vannak, amik egyébként hasonlóan működnek. Igen, ezt én is kérném. <laughs> pedig, pedig. De lényeg az, hogy pontosan hasonló módon asszociálnak ezek az algoritmusok, mint hogy az emberi agy is teszi, ezért hívjuk mesterséges intelligenciának többek között. És ezek a fajta dolgok, amikor meglát egy képen és megmondja, hogy ott egy kutya, meg ott egy macska, meg egy kerékpár, ez pontosan hogy ilyen asszociációk alapján működik. Ami újdonság és ugye az utóbbi időben futott föl, főleg amikor a ChatGPT megjelent másfél évvel ezelőtt, az az úgynevezett generatív AI, ami kvázi ennek a fordítotja. Tehát amikor azt mondjuk, hogy a semmiből generálj nekem egy macskát. Ugye a kettő között, amikor én az, az azt hívjuk generatív AI-nak, amikor olyat állít elő, ameddig nem volt. Ugye erre is vannak nagyon jó algoritmusok, ott a Midjourney, meg ott van egyébként a Dali is egyébként, aki ilyen képgenerációkat tud csinálni. Ugye most bejött a szóra, ami már videót is csinál a, a semmiből. Tehát de illetve a felvétel pillanatában még nem jött be a szora, ugye jelenleg a demóit láthatjuk. A demóit láthatjuk, ennek főleg biztonsági, biztonsági ja, megfontolása. Ezért szerint ti, ti láthatjátok már? <laughs> Hát ugye a Microsoft 49%-ban tulajdonos az OpenAI-nak. <laughs> <Igen, de> <laughs> én azért, én ezért egy picit távolabb vagyok ettől a tűztől, de ennek én úgy tudom, hogy jelenleg inkább biztonsági okai vannak, hogy az, a, az még nem került nyilvánosságra. Tehát nagyon, nagyon erős visszaélésekre lehetne használni egyébként, ez jól működő technológia. Tehát lényeg, mert erről is beszéltünk később egyébként, hogy mi, a, mi az árnyoldal egy kicsit részletesebben. De lényeg az, hogy tehát ez a, ezek a gépi tanulásunk velünk vannak. És ezek egymásra építkező kis legó ami a legújabban bejött tudja az, hogy tud a gép mondatokat alkotni, verset írni, meg úgy be, olyan humán interfész de ami még inkább fontosabb, és szerintem ez most egy kicsit az újdonság, és ez lett az, ami, amivel most tényleg egy ilyen óriási ugrást értünk el, ez pedig az, hogy ő következtet és érvel. Tehát gondoljatok bele, hogy az az algoritmus, hogy a képen van egy kutya, macska, meg egy egér, mondjuk, az, azt eddig is tudtuk. De az a fajta érvelési réteg, ami rájön, amikor ránézünk erre a képre, és azt mondod, hogy figyelj, felismerted ezt az eddigi AI megoldásokat, de mi itt a helyzet? Mi lesz a következő lépése a kutyának, a macskának, meg az egérnek? És ugye akkor jön a, a nagy generatív, large language modelles intelligencia, és azt mondja, mondani, hogy nagy valószínűséggel az egér az elkezd elszaladni, a, a macska megy utána, a kutya meg megy a macska után és ugatja de ugye ez az a következtetés, az az érvelési réteg, ami bejött újdonságként, és ez nagyon nagy táblatokat nyit ki, hogy ebben mit tudunk csinálni. Láttam erről egy grafikont egyébként, amivel lényegében azt próbálták szemléltetni, hogy a, hogy megyünk a nullából a kvázi szingularitás irányába, és hogy ez a fajta, tehát amikor már érvelni fog az AI, tehát ez egy marha nagy lépés ezen a grafikonon. Várjál, érvel az AI, de nem gondolkodik. Szerintem ez egy óriási, nagy, fundamentális tévedés egy csomó ember fejében, hogy amikor én nem beszélgetek a chatgpt GPT-vel, akkor ő ül a sarokba és elmélkedik az életértelmén. <laughs> tehát ugye ez nem így működik. Tehát ő egy adott bevitelre egy adott kimenetet generál, de amikor éppen nincs ilyen, akkor ő nem ül és gondolkodik. Ahol odáig eljutunk, hogy már gondolkodik is a sarokban, Na ott az egy, az egy másik szín. Na figyeljetek, de most ez őszintén ettől annyira vagyunk, hogyha ő kapna folyamatosan egy zajt, mint hogy ahogy mondtátok, ezek a, ezek a, generatív ai -ok is lényegében ugye azt csinálják, hogy egy, egy, zajszerű állapotból diffundáltatják be, úgy mindegy, hagyjuk most ezeket, tehát hogy, hogy, szerintem, hogyha valami vélet, folyamatos véletlen bemenő jellel bombáznád, és mint hogy mi ezt csináljuk, tehát én szerintem mi sem magunktól gondolkodunk a sarokba, hanem hogy a külvilágból folyamatosan jönnek be, Akár nem jelszerű, hanem zajszerű ingerek, de mi folyamatosan azt érezzük, hogy ezzel nekünk valamit csinálnunk kell. De ahhoz kéne, hogy legyen egy memóriád, ami hasonlóan kéne, hogy működjön, mint egy emberi memória, és jelenleg a mostani modelleben meg megoldásokban ilyen nincs. És szerintem még nem tartunk ott technológiailag hogy ezt hosszú távon meg tudjuk oldani, mert azért az emberi memória is nagyon-nagyon bonyolult, még mi se értjük, hogy hogy működik, ugye a pszichológusok meg a agytudósok se értik, hogy vannak ezek a mennyit szűrünk meg a valóságból, azt hogy tároljuk. Most kerek... rengeteg pszichiátert sértettél meg szerintem egyébként. Pszichológus... Nem. szerintem, tehát az, hogy hogy működik az emberi agy, és hogy képezzük le a, a, hosszú és a rövid távú memóriákat, ebből hogy következtetünk, és stb. Ez egy olyan dolog, amit már kutatnak egy ideje, de azért nincsen jó megfejtésünk. Különben már... ja, Nem, csak bocsánat, a pszichiáterek szokták kikérni. Igen, a ja, bocsánat, nevezik a... Igen, elnézést kérek a mindenkitől elnézést kérek. Mindenki, mindenkitől, mindenki ez. Az a, leg, az a biztos, én ezt már megtanultuk itt a paralaxisban. Az a biztos. Igen, tehát nem gondolkodik, és ez egy óriási dolog, és nincs memóriája. Ugye van az, amikor ö, úgynevezett tokeneknek hívjuk ebbe a világban, hogy mekkora az az adathalmaz, amit értelmezni tud, meg van egy ilyen nagyon rövid távú memóriája, amit még így megbírjegyezni az előző bevitelek alapján, de ez nem egy olyan dolog, ami egy gondolkodó lény. Jelenleg én úgy tekintek ezekre a modellekre, főleg az ilyen chat meg lapura, mint egy szöveggenerátor, ami pont úgy működik, mint amikor képet hozok létre egy kismacskáról, ugyanígy generálja a szöveget, csak kicsit összetettebben. Amúgy ezzel kapcsolatos élményem, ami, ami én, én, konkrétan ettől engem levert a hidegverejték, mert hogy én ugye mondtátok, hogy nem tudjuk, hogy hogyan hívjuk elő az emlékeket, és persze mindannyiunknak megvannak azok a, az emlékei, hogy mondjuk mit tudom én, egy dalszöveg, vagy egy story, vagy akármi, hogy ezt hol hallottam, hol láttam, ezt egyszerűen nem tudom előhívni, de onnantól kezdve, hogy megjön egy információ morzsa valahonnan, akkor hirtelen megvan az egész. Tehát nem tudod felismerni a dalszöveget, de hogyha valahonnan bekattam mondjuk az egyik szó, akkor hirtelen kiderül, hogy az egész végig ott volt, és elejétől végig el tudod mondani az egészet. Egy bizonyos kor fölött ugye ez napi szintű létermény, <laughs> nekem már igen. Na, és akkor viszont az az érdekes, hogy amikor a chatgpt vel konzultáltam valamiről, akkor ugyanúgy valamire azt mondta, hogy neki erről gőze sincs, nem tud segíteni, és akkor mondtam, hogy de valami olyasmi volt, hogy íze, tehát hogy adtam neki egy ilyen nagyon pici hintet, mert én se tudtam, mi a válasz, és akkor hirtelen tudta a választ, tehát hogy, hogy az az érdekes, hogy lehetséges, hogy azzal, hogy ő ezt így elő tudja hívni, és azt végig tudjuk trekkelni, hogy ő ezt hogy csinálja, ezt az előhívást, amikor az előbb azt mondta, hogy nem tudja, azzal lehet, hogy tanulunk valamit arról, hogy, hogy mi... A mi, mi hogyan működünk, tehát hogy a mi, mi agyunk hogyan működik ez. A probléma, hogy nem tudjuk. Na, ez az, na igen. Igen, tehát ez egy nagy problémája ezeknek a nagy modelleknek, hogy nem tudod visszakövetni, hogy miért azokat a szövegeket, vagy azt a, azt a, beszédet hozta elő, vagy miért pont azt a képet generálta a képről, van szó, szóval, vagy zenérné, miért azt a zenét, mert annyira bonyolult maga az a mechanizmus, hogy előáll ez a szöveg, meg annyi paraméter alapján van, tehát most egy modellek ilyen több milliárd paraméter alapján működnek. Tehát nem tudod visszakövetni, és azt sem tudod garantálni, hogy ugyanarra a bemenetre ugyanaz lesz a kimenet még egyszer. Tehát azt tudod, hogy nagyjából hasonló lesz, de ugyanazt nem fogja kétszer mondani, mert egy kicsit mindig így, így megy. Nem tudjuk, hogy hogy gondolkodik, igen. De ez nem azért van, mert hogy ez valami félelmetes dolog, ami tehát szeretném mindenkit megnyugtatni. Tehát itt nem arról van szó, hogy itt úristen valami szörny van itt, aki majd egyszer csak felébred, mert ugyankor ez szokott jönni egyébként, hanem egyszerűen matematikailag azt a bonyolultságot nem lehet visszareplikálni, meg visszafejteni, hogy ez hogy működik. Értjük, hogy hogy működik, csak azt nem tudjuk, hogy pontosan mit fog mondani. Igen, és egyébként ugye a Melonit itt szóba hozta azt, hogy a tudományban az éjjel hasznosíthatósága, és nekem általában pont ez vele a problémám, mert én ugye egy kutató vagyok, és persze egyre jobban elterjed Például az, hogyha más nem mondjak, hogy a klímamodellezésben, például amivel én valamennyire, vagy hát annak a határterületeivel valamennyire foglalkozom, hogy vagy akár mondjuk, mit tudom én, időjárás előrejelzés. Már léteznek persze olyan ai -ok, amik tök jól előrejelzik a, az időjárást, anélkül, hogy a hagyományos, szimulációs alapú, oldjuk meg a hidrodinamikai egyenleteket, és futtassuk le az időjárást, úgymond tisztességes megoldás, amikor, amikor értem, hogy mi van a fekete dobozban, tehát beleírom a fizikai egyenleteket, bejön az adat, kijön egy jóslás. Oké, na most ehhez képest egy olyan valamit, amit megtanítottunk rengeteg adaton, és akkor az alapján ő van, hogy jobb jóslást készít, és ez egy tök jó dolog, Viszont, hogyha a természetet meg akarjuk érteni, ami lehet, hogy már egy ódivatú koncepcióvá válik, de ha meg akarom érteni, hogy mi van abban a fekete dobozban, akkor attól még, hogy ő meg tudja jósolni pontosan, akár, hogy milyen idő lesz holnap, attól még nem jutok közelebb ahhoz, hogy megértsem, hogy mi történik valójában. Ahogy te is mondtad, hogy halvány lila gőzünk sincs, hogy ebből hogyan jött ki neki az a jó stát. Mint az az ismert történet, amikor ugye betanították az egyik ilyen képfelismerő ai arra, hogy tengerpartot ábrázoló képek alapján adtak geolokációt, meg tengerpartokat, különböző tengerpartokat ábrázoló képeket, és aztán utána, meg beadtak, ez volt a tanítóhalmaz, beadtak neki utána újabb képeket, és mindenki meglepve tapasztalta, hogy, hogy kb. ilyen néhány száz kilométeres pontossággal be tudta lőni, hogy a föld mely pontján készült ez a tengerpartot ábrázoló kép, de azóta se értik az emberek, hogy mi alapján. Tehát, hogy ő mit vett észre, hogy a homok szerkezetét, vagy a fénytörési viszonyokat, vagy a tenger színét, vagy hogy mi a búbánat alapján, mert amúgy az emberek sem tudják egyébként, de ő valamit megért. Hát, igen, azt akartam kérdezni, hogy számít? Hát nekem, mint kutatónak számít. Tehát, hogyha nem az a célom, hogy, megjós, hogy meg tudja hogy hol készült a kép, vagy hogy milyen idő lesz holnap, hanem meg szeretném érteni kvalitatíve, hogy most akkor, ez a, majd mondom, hogy lehet, hogy én már kihalt állatfaj vagyok ezzel. Ezt a nagy adathalmazokban való összefüggés keresésnek az eredménye az, amit látott, csak arra lennél kíváncsi, hogy maga ez az adathalmazokban való összefüggés keresés, hogy működik. Hogy, igen, hogy, hogy, ugye például az, hogy mit tudom én, ugye a régi kínaiak azt mondták, hogy napfogyatkozás van, de hogyha a papok eljárják a táncot, és csilingelnek, és izé lemészárolnak nem tudom hány, mit tudom én, milyen állatot, akkor, el, akkor a sárkány az megkönnyörül, és elmúlik a napfogyatkozás. Ugye ezt így csinálták ugye nagyon sokáig, egészen addig, amikor egyszer el nem mulasztották az akciót, és mégiscsak véget ért a napfogyatkozás. Tehát van nagyon sok dolog ebben, de hogy, hogy engem, mint fizikust nyilván az érdekelne, hogy mi a fontos, tehát hogy a nagyon a so, végtelen sok paraméter közül mi a fontos az adott sztoriban, és akkor itt ugye kiderült, hogy az, hogy hát a hold elhalad a nap előtt, az egy fontos dolog, de az, hogy mondjuk közben miért bohóckodik a pap, az valószínűleg elhanyagolható fontosságú, de most hogyha az egész egy fekete dobozban történik, ahol nem tudom szétválasztani, mert annyira komplex, hogy kísérletileg sem tudom azt, hogy most kikommenteljük azt, hogy, hogy a pap ott van, és lefuttatjuk, Úgy, mert egyszerűen annyira komplex, hogy ezt sem tudom megcsinálni, akkor Ilyen értelemben, a szó hagyományos értelmében nem tanulom meg, hogy hogyan működik a világ, annak ellenére, hogy valószínűleg tök jól előre tudom jelezni, mint ahogy a régi kínai időkben sem maradt úgy a napfogyatkozás, csak nem értették, hogy miért. Már bocs, egy kicsit hülye példa, de szerintem <laughs> ilyen, ilyen, ilyen bajaim vannak még egyszer kutatói szemszögből. Ez nagyon sajátos szemszög, és nyilván az emberek 95%-a teljesen indiferens ez iránt. Van az 99 is, de kiszámolja. Igen, igen, én is attól tartok. Én most én kérdeznék egyet, aztán mondom azt, hogy én hogy látom, csak kíváncsi a ti véleményetekre, hogy mindenki, aki így csak kicsit foglalkozik ebben az mostani ilyen generatív éles világgal, az ugye hallott már a, valószínűleg a ChatGPT-ről, meg arról, hogy az iskolában ebben csalnak a diákok, meg ugye vannak ezek az ellenőrző programok, amik vagy működnek, vagy nem működnek, hogy megpróbálják megállapítani, hogy ChatGPT-vel van -e írva, vagy nem. De ti, ti lehogy látjátok, hogy ez hova fog kifutni, vagy ennek mi a haszna? Mert azon kívül, hogy a leckeírásban segít. Tehát mondjuk egy, egy öt év múlva hol tartunk? Lesz még egy még fejlettebb ChatGPT, vagy, vagy merre megy a világ? Én mondjuk nem a ChatGPT-t használom elsősorban, mint fő forrás, bár hát ugye én vagyok az egyik első hullámba, akinek az AI elveszi a munkáját, mint itt egy itt, itt reklámtartalmak gyártása. De Isten igazából én azt látom, hogy olyan szinten gyorsan fejlődő történetről van szó, hogy körülbelül az egy évet tudom belőni, hogy akkor hol fogunk ebbe tartani. Tehát az, hogy a lehető legminimálisabb, mondjuk úgy, hogy az emberi érzelmeket és néhány korábbi saját tapasztalatot hozzáadva fogunk tudni a mi szakmánkban, tehát mondjuk ebben a marketinges vonalban fogunk tudni létrehozni olyan tartalmakat, mondjuk kettő perc ad, ami eddig egy óra volt. Tehát most így nagyon lezanzásítva, én egy munkafolyamat hihetetlen fölgyorsulását látom pillanatnyilag ebben öt évre előre, egyszerűen azért nem tudok látni, mert olyanok, amiket az elmúlt, mit tudom, 8 hónapban használunk, nem volt, öt, nem vagy öt évvel ezelőtt, még egy évvel ezelőtt sem, hanem csak 8 hónappal ezelőtt jött létre. Tehát ennyire sokára én még jósolni sem mernék. Hát én sem. <laughs> Tehát ha valaki tudna itt jósolni, persze az nyilván, nyilván árpád, de most a, a, még tényleg félünk attól egyébként, ha már úgy érted, hogy kinek mi a munkája, hát azt hinné az ember, hogy egy olyan kreatív dolog, hogy egy fizikus vagy matematikus, aznak biztos nem veszi el egy hamar a munkáját. Ehhez képest nagyon is létező törekvések vannak, hogy megalkossák a mesterséges matematikust, a mesterséges fizikust, és minthogy tudjátok, hogy ugye van az a nehezen megfogható dolog, hogy intuíció, amit tényleg egészen, egészen elképesztő, és nagyon érdekes lenne körüljárni, hogy az igazából hogy micsoda. Én azt hiszem egyébként, hogy az is szükségszerűen megjelenik, ha egy hálózat eléggé komplex. Tehát, hogy én azt hiszem, hogy ott ez egy olyan emergens jelenség, a úgy tetszik, ami szükségszerűen megjelenik, és bizonyos értelemben lehet mondani egy idő után, hogy az ai lesz lehetősége intuitív gondolkodásra, de amit már is tudunk, hogy az algoritmizáló gondolkodásban tök jól megy. Tehát, hogy ugye voltak ezek a itt is több ismerősöm hagyott el amúgy mindenféle pályákat azért, mert elmentek ilyen cégekhez, ahol egy-két év alatt felokosították őket annyira, hogy nulláról mondjuk Python scripteket tudjanak írni, és akkor elmentek cégekhez dolgozni, és mondták, hogy ez az óriási buli, mert most óriási felvevő piac van az ilyen programozókra, akik tényleg egy ilyen másfél-két éves, lehet, hogy csak egy éves kurzust elvégeztek, és akkor ugye outsourcolták őket ilyen cégekhez, és voltak, akik ezzel tök jól jártak. Most azt látom, hogy, hogy, hát itt már is az ő, ő nekik már is egy pofára esés van kilátásban, C++ meg Python skripteket például olyan jól tud már írni a generatív AI, mármint egy szinten, hogy, hogy, hogy például pont ők azok, a, ezek az emberek, akik itt a jobb kereset reményében átmentek ilyen izé, cégekhez, gyorsan kitanulták, elhelyezkedtek, Amí amióta felfutott a generatív AI az elmúlt egy-két évben, Szerintem én azt látom, hogy ez az első, amit úgy gyorsan leépítenek mindenhol. Bocsánat, most itt egy fél mondatommal azt hiszem nagyon elkanyarodtunk az Árpádnak az eredeti kérdésétől, ez ahogy hogy látjuk öt év múlva. Hát még így ebből. Én nekem egy kicsit más elképzel, ez az én saját véleményem, azt hozzáteszem, tehát nem valamilyen céges terv, vagy valami hasonló. De én most nagyjából úgy látom, hogy Jelenleg ez az egész chatgpt meg a, ezek az a képgenerálások, amit mondjuk Melon, te is csinálsz, hogy hogy ez ott tart, amikor emlékeztek még, amikor talán 87-ben volt, amikor a Nokia először megjelentette a hordozható telefonját, ezt a, úgy hívták, hogy NMT 450, vagy valami ilyesmi lehetett. Ez úgy nézett, mint egy aktatás. A táska. A táska, a táska mobil, igen. És nekem egyébként édesapámnak volt ilyen, és én emlékszem arra, hogy lemettük a strandra először, senkinek nem volt ilyen, csak nekünk. Ugye az volt a lényeg, hogy azért is fizetni kellett, hogy téged hívtak. Tehát ez egy szuper jó, olcsó beruházás volt. És lényeg az, hogy lementünk a strandra, és ugye mindenki nézett, amikor a fater fölhívott valakit, hogy úristen, ez mit csinál itt a strand közepén, füreden, tudod, a strandon telefonál a törőközök között. De és körülbelül, ha most megnézzünk egy iPhone-t, vagy egy androidos szupertelefont, hogy mit tud, na szerintem körülbelül most az, az AI vonalon, ebbe a generatív AI-ból most a Nokia-nál tartunk nagyon-nagyon az alapokat karcolgatjuk. És ha megnézzük azt, hogy például a vállalatok mire használják, meg hogy ezeket tényleg mondjuk profitszerzési célból mire lehet használni, még akkor is csak a felszínt karcolgatjuk. De mire használják most például az AI? Ugye a legtipikusabb felhasználás az ügyfélszolgálat. Tehát, hogy valakinek van egy webes felület, és csetelsz valakivel, akkor ez a nagyon szuper dolog, hogy ott a, a modell lehet tudsz csetelni, mielőtt egy ügynökhöz kerülni, és az kikérdez az összes problémától. Vagy ugyanez, ha az ügyfélszolgálatnál maradunk, képzeljétek el, hogy arra nagyon sok ilyen nagyon kiszervezett munkahely van, hogy amikor leiratozzák az ügyfélszolgálati beszélgetést, mondjuk oktatási vagy elemzési céllal, ugye van egy fél órás hívás, ahol mondjuk így félig anyázva ugye valaki az egyik termékkel kapcsolatban próbál valami megoldást találni, ezt leiratozni lehet, mert ott van a machine learning, ami ugye úgynevezett text to speech ennek speech ugye leiratozza az elhangzott szöveget, tehát lesz belőle egy dokumentum, de azt kielemzi ki neked, hogy ez most pozitív hangvételű volt, negatív hangvételű volt, lett -e az ügyfélnek megoldása a problémájára, mert ezek már bonyolultabb kérdések. Itt viszont nagyon jól lehet használni ezt a fajta új technológiát, mert egyszerűen adodom neki a szöveget, és megmondom neki, hogy figyelj, ez egy ügyfélszolgálatos beszélgetés, szerintem mennyire volt jó hangulata az ügyfélnek, professzionálisan kommunikálta a a, mondjuk az ügyfélszolgálatos, ezt értékeld egy 1-5 kategóriában, Tegyél oda fejlesztési javaslatokat, hogy mit rontott el mondjuk kommunikációban az ügyfélszolgálatos, meg úgy egyetem, mi a szentiment, vagy eh, mi a pontozásod erre. És ezt minden egyesnél, ezt beküldöd a rendszernek az összes hívás után, visszajön az értékelés, ebből építesz egy adatbázist, és egy csodálatos ilyen kis dashboardot lehet kirakni az ügyfélszolgálatnak, hogy a Marika az egy nagyon jó ügyfélszolgálatos, mert a 10-ből 9 hívása az megoldásra került. Feri, elnézést a Feriktől, meg a Marikától is, tehát mindenképpen tehát mondjuk én csak egy nevet mondtam, hogy pszichológusba visszatérve, hogy ne legyen ebből probléma. Thank you. A, a, a viszont ugye lehet, hogy továbbképzésre kéne mennie, mert eléggé mondjuk nem túl professzionálisan kommunikál. Ez is egy megoldás, de ez még mindig csak a felszín. Vagy ott van a például, hogy ami, amit mi csinálunk egyébként mostában, ugye ez erre ment az elmúlt egy év, hogy próbáljuk az ilyen Office 365-ben meg ebbe az irodai környezetbe berakni ezt a, ezt a, modellt, úgy hívjuk, hogy Copilot, mindenhol Microsoft Copilotról lehet hallani, van az outlook ban valaki ugye irodában dolgozik, vagy az Excel-be, a Word-be, a belső váti mindenhol ilyen modellek vannak. És nagyon jó, mert kijavítja, ha valaki nem beszél tök jó angolul, akkor kijavítja tökéletes angolságra a szöveget, megválaszolja a levelet helyettem, amit már csak egy kicsit át kell írnom. Ez a kedvenc funkcióm egyébként. De ami még inkább használatos, hogy ugye benne ülsz egy megbeszélésbe. Beszélgetünk valamit egy óráig. És az AI az ugye leíratozza az egészet, jegyzeteket készít helyettem. Ha valakinek azt mondom, hogy Laci jövétre akkor le kéne adni azt a beadandót, azt ő felismeri, és akkor kirak egy feladatot a Lacinak, hogy akkor a beadandót jövétre ad le. Tudok benne keresni visszamenőleg, és képzeljétek, ez egy óriási érték egyébként egy vált életében. Ezek hogy... hatékonyságnövelő dolgok alapvetően. Igen. De figyelj, ha még berakna rólad egy mesterséges intelligenciával csinált fék videót is, ami mutatja, hogy te figyelsz és bólogat. Honnan tudod, Miklós, hogy most éppen nem az AI avatárjával beszélget? Például gyanús nekem a melón. Pont csináltam egy ilyen előadásomhoz egy videót, amit amikor ugye beszélek, és közben egyébként, ugye lehet, hogy ti is láttatok, most megész kezd elterjedni, hogy átváltja a nyelvet. Hiába beszélek magyarul, a másik oldal angolul vagy németül hall, és még a számot is hozzáigazítja a kis mesterséges intelligenciával. Tehát ezek tök jó dolgok, de igen, ez még hatékonyság növelő. És most itt tartok. De mi lesz egyébként a következő, mondjuk így, öt évre én sem mennék előre, mi lesz az egy évben? És az én predikcióm az, hogy ez a fajta reaktív AI használat, ez úgynevezett ilyen Proaktívá fog átmenni. Mit, 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 értek az alatt a csomó idegen szó miatt? Ugye eddig az van, hogy nekem oda kellett mennem egy ilyen modellhez, begépelni valamit, vagy beszélni hozzá. Én világomban, egy, mint egy-két év múlva, ez már proaktív lesz. Tehát én ülök a gép előtt, és egyszer csak így valaki megcsiringel az AI, hogy figyelj, a reggeli kapott leveleid alapján egyébként itt van három olyan feladat, amit jó lenne beilleszteni a napod, mert tök fontos. Tehát, hogy, hogy ez így ő inkább megkezd keresnie. Tehát a hatékonyság növelésben maradva egy olyan asszisztens fogunk látni, majd előbb-utóbb, ami, ami tényleg segít. Bele szól a fülemben lévő headsetbe, kiírja notifikációba, telefonomra, vagy vagy akármilyen formában, hangírót formában, de ő fog jönni nekem avval, hogy figyelj, ez meg az van az én világomban ez az egyik dolog. Ez talán egyébként, amit az Apple is most ugye bejelentette vala. Na, erről majd még szerettem volna beszélni. <laughs> Igen. A, ami szintén a, van olyan része, ami mögött az OpenAI modellek vannak, aztán ő lehozta ezt szilikorra. Ez, ez, volt számomra az érdekes. De majd ebbe bele később. Ami nekem, valaki nem látta egyébként, az benne nagyon érdekes, hogy bejelentettek egy olyan keretrendszert, hogy bármilyen alkalmazásba ezt be lehet illeszteni. És ha még van egy képszerkesztőm, és akkor nem az van, hogy ott keresem, hogy hogy is lehetne a hátteret elmosni és világosítani, hanem csak azt mondom a képszerkesztőnek, hogy figyelj, ezt a képet világos is ki, a melon szed le a háttérből, mert le van csukva a szeme, és valami fát rakjál a helyére. És különben is randa. Igen, és akkor ezt megcsinálja a modell. És ha minden alkalmazásban benne lesznek ezek az akciók, ahol, ahol én tudok mondani. Ez már egy kicsit kezd felé a világ felé menni, de ami igazából be fog jönni, ezek az úgynevezett agentek. Ami már most látszik egyébként, hogy tör előre. Ez arról szól, hogy nem egy darab interakcióba beszélek, hanem még azt mondom, hogy szeretném összehasonlítani, hogy mondjuk két tanulmány, az mondjuk gazdasági szempontból, hogy viszonyul mondjuk a magyarországi viszonyokhoz. És ha ezt beteszem egy mostani modellbe, akkor kapok egy választ. De ha ezt egy agent alapon megyek, akkor azok elkezdik tovább gondolni. Tehát mondjuk az agent az föltesz egy kérdést, hogy oké, a Magyarország szempontból, akkor az Európában van, akkor nézzük meg az Európa gazdasági térség szempontjából is ezt a dolgot. Vagy nézzük meg, nem fejtette ki a kedves kérdező, de mondjuk vízügy, környezetvédelem, vagy akár energiabiztonság szempontjából ez hogy nézne ki ez a tanulmány, vagy ez az összefüggés, és akkor így tovább gondolják. És akkor ezek így elmennek ilyen fasztruktúrában, mindenki föltesz újabb kérdéseket, egymással elkezdnek beszélgetni, ez persze lehet limitálni, hogy ez meddig történjen, de ez így elmehet elég sokáig, és a végén olyan aspektusait is feltárják ennek a dolognak, mire én nem is gondoltam. És ezek az agent alapú, tovább gondolós, metódusok azok, amiben én egyébként az óriási jövőt látom. A másik az pedig az, hogy mennyire fognak beintegrálódni ezek a különböző alkalmazásokba. Tehát amikor már nem is látod, nem is tudod, hogy valami ilyesmi van mögötte, hanem csak valami folyamat zajlik, a háttérben meghívódnak ilyen folyamatok, amik tovább gondolják, döntéseket hoznak, újabb ilyen különböző algoritmusokat hívnak meg, és a végén ez valamilyen általán nem is látott, nem is interaktált környezetben, csak úgy működik, hogy nekem az lesz a megoldásom, ami nekem kell. És ez, ez, ez nem annyira jövő. Tehát én, én ezt, ha most így, így Hódi Árpádként be kéne lőnöm, akkor, akkor én azt mondanám, hogy ez két-három év. Kicsit az árkózottabb emberek számára <laughs> nem feltétlenül olyan mondjuk úgy, hogy jó irányba mutat, bár egyébként én technológiailag tök jól értékelem, csak tudom, hogy vannak akik, biztos, hogy a harmadik ilyen, mikor a fülemre szól a hogy ezt és azt kell csinálnom, akkor törni össze a telefonját, vagy a megfelelő eszközét. Az apósom az már akkor kész volt, amikor tíz évvel ezelőtt a GPS azt mondta neki, hogy rossz csont, túl gyorsan mész, pedig hol volt az még ezektől az agentektől? <laughs> Ez egy if, no. if ág. Te nem lesz valamilyen új szabályozás, hogy az autónak? szólni kell, mert meg megakadályozni, hogy gyorsan hajts meg. Tehát én nem már csak egy lépés, hogy automatikusan jelentse a rendőrségnek, hogy. Így van, így van. Fót külterületén, kedves kolléga, a 16-42-kor 10 km átlépte a sebességet, és az autó saját. Ma az a saját autót fog fölnyomni. <gül> <gül> és ez még csak nem is éjjel kérdés. Még van kettő topikom, amit szeretnénk, hogy hátmenik, eh, amit szeretném hátmenik, és azért olyan nagyon sok időn, időnk, nincsen. Az egyik az a Miklósnak szintén az egyik műsorában vetődött föl, én utána ebből egyébként írtam is egy ilyen Cikket. Én azt a nevet adtam, hogy így neveld az AI -odat. Valahol arról szól az egész, hogy amikor még chatbotokkal kommunikálunk, akkor ez hogy esik le, hogy milyen típusú kommunikációt használunk, megvannak ezek az alapok, hogy hogy promptoljunk egyszerűen, lényegre törően, és tényleg, mintha programoznánk. Ezzel szemben egy csomó csoportban, ahol az emberek megosztják például a promptjéket, meg hogy milyen beszélgetéseket folytatnak különböző nagynyelvi modellekkel, hát mondjuk úgy, hogy kritikán aluli, amit művelnek, és a Miklós abban a műsorban felvetette azt, hogy vajon nem -e ezt tanulják meg, hogy majd akkor nekik is úgy kell bánni velünk, hogy csúnyán, ahogy most mi jelenleg ezeket a large language modelleket tanítjuk, userként. Hát amennyiben a user interakcióból tanulnak, mert ez korán se egyértelmű, hogy így történik, de ugye ismertek azok a sztorik, amikor a Twitteren átszúlt még évekkel ezelőtt az egyik ilyen talán már generatívnak nevezhető ilyen éjjája, és le kellett tiltani, mert valahogy rászabadult egy... Ugye az konkrétan tanult, és akkor végül is aztán nagyon gyorsan, nagyon durván antiszemita, meg rasszista twitteket kellett kezdet írni, és nagyon gyorsan le, kell, le kellett tiltani. User interakcióból tanul? Te most attól félsz, hogy egy 50 év múlva majd valaki bosszút elrajtad, azért, már most olyan... A mi viselkedésünk a tanuló halmaz. <laughs> nem, én, nem, én, nem, ettől félek, én attól félek, hogy Kovács Béla írogat olyanokat, és ezért majd az 50 év múlva é, 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 Ugye, amire utalsz, én azt vetettem föl tök komolyan, és engem is érdekel ezért a válaszot, hogy, hogy, én azt gondolom, hogy hát, hogyha a mi viselkedésünk, ahogy mi, hogy beszélünk vele, hogyha az része a tanuló halmaznak, akkor nyilván azt tanul meg, hogy így kell kommunikálni, vagy így kell gondolkozni, vagy ilyen. tehát hogy igen, tehát, hogy ezért, ezért gondoltam, hogy hát ha érdemes ezzel úgy beszélni, főleg, hogyha tényleg ha számít, ha én kölcsönhatok vele, mint egy nevelni, tehát egy, szülő, egy szülőként, hogy egy babával beszélnél, mondjuk olyan szeretettel, vagy tudom én, tehát egy kicsit eltúlzom, de ez volt az ötlet. Így általánosan meg az a probléma, hogy általánosan az emberek szeretnek olyan dolgokat, főleg ami nagyon emberinek tűnik, azt emberi tulajdonságokkal felruházni. Tehát például, ha válaszolt valamit az egyik modell, és mondjuk valamilyen nem megfelelő választ adott, akkor ráhúzzuk, hogy mondjuk az a válasz esetleg rasszista volt, vagy az a válasz az mondjuk, tegyük föl, ez vagy az volt, de a gépnek nincsenek érzelmei, tehát ő ezt az egész dolgokat, ő ezt nem érti. Tehát, tehát az, hogy mondjuk egy gép az rasszista választ ad, vagy nem, ez egy emberi dolog, nem egy, nem egy gépi valamilyen gondolatnak az eredménye, ettől ez még egy fontos dolog, mert nyilván a saját magunknak építjük ezeket az eszközöket, tehát olyan eszközöket szeretnénk látni, ami úgy viselkedik, hogy mi gondoljuk. Az egy más kérdés egyébként, hogy hosszú távon, tehát amit most jónak gondolunk, az lehet, hogy 20 év múlva nem lesz jó, és akkor most miatt taníthatunk újra mindenkit az új erkölcsi meg elvárási szabályok szerint, tudjátok, azért sokat változik a, a felfogás, hogy mi a normális, meg a nem normális. Tehát ez egy folyamatosan változó koncepció. De tény, hogy ezeket a gépeket nyilván mindenki figyeli, ha nem, nem tudom, megnézitek a, a van az, a csetje, hogy az is mennyire politikailag korrekt, meg mennyire nem válaszol meg olyan kérdéseket, ami egy picit, picit, is érzékeny. Kicsit túlságosan is. Ugye ez, nem, ez, ez nyilván ez tudatos. Tehát ugye azért ezeket az ai lehet kontrollálni, most nem azt jelenti, hogy egy ilyen valamilyen szikragyújtóval oldalról valaki ott a szerverteremben doszogatja, hogy na, nem mondjál már ilyeneket, hanem nyilván ilyen előszűrőket alkalmazunk, ami tehát a, Tudunk olyat csinálni, hogy az AI ellenőrizi AI-okat. Tehát, amikor kijön egy, egy generált szöveg a valamilyen válaszra, azt egy másik AI ránéz, hogy figyelj egyébként, ez kontextusában így mehet, az elfogadott társadalmilag ez a válasz. Nem, akkor kukázzuk ki, aztán generálj valami mást. Tehát erre, erre figyelni kell. Ugye volt olyan gyártó, most itt nem nevesíteném a konkurenciát, aki ugye mindenhova berakott nagyon, Divers volt a generált kép, ilyen képgenerátorról beszélünk, és teljesen mindegy, mit csináltál, a világ összes volt benne mindenféle rosszú ember. De azt mondták, hogy egy angol 1700-as királyi családot ábrázolja, ott is volt akár ázsiai, akár uh, színesbőrű uh, megjelenített figura. hogy aztán le is lőtték ezt a programot pont emiatt, ő meg túl divers volt, és már nem volt hihető. Tehát ez Ezeket egy... a Netflixre közben írt egy sorozatot, úgy látszik. <laughs> ez egy nagyon-nagyon érzékeny téma, mert pont lehet, hogy valakinek valami bántó, ha valaki próbál hogy olyan algoritmust írni, most gondolkozzatok egy programozó fejébe, hogy hú, ez nagyon divers, nem akarunk semmi rosszat csinálni, és avval csinálsz rosszat, hogy nem akarsz rosszat csinálni. Tehát, hogy, hogy, ez egy, és ez egy folyamatosan változó, és még az sem igaz, hogy földrajzilag egyébként ugyanaz az elvárás, mondjuk Amerikában, mint Európában, vagy mint Ázsiában mert Ázsiában lehet, hogy bizonyos országban teljesen más a kulturális norma, és hogy csinálsz egy olyan generális modellt, ami megfelel ezeknek a különböző, különböző földrajzi elvárásoknak, vagy akár társadalmi csoport elvárásoknak, vagy ország elvárásoknak, vagy akár vallási elvárásoknak. Tehát azért ez egy nagyon-nagyon nehéz és komplex dolog, ebben szerintem a teljes iparág nagyon, nagyon nagy magas prioritással foglalkozik, és küzd is. Érdemes szépen beszélnünk, és szépen nevelnünk az éjjájunkat, vagy nem? Én azt mondanám, hogy ez egy olyan dolog, hogy, hogy beszél... én például megszoktam köszönni amikor valami jót mond. És nem azért, mert félek tőle, hogy majd bosszút fog állni 20 múlva, hanem nyilván ez jön természetesen. Tehát ha ki, ahogy szeret kommunikálni, szerintem, de én nem hiszem, hogy egy bosszútok kéne tartani. Tehát, hogyha véletlenül elküldött melegebb éghajlatra, hát ne félj. Attól még aludj nyugodtan, aludj nyugodtan. Hát csak, hogy ő megtanulja, tudod, hogy azt mondják neki, hogy You are useless, és akkor a végén esetleg 50 év múlva te is ezt kapod vissza, hogy you are useless. Igen. Én is a bosszútól féltem, hanem hogy ez egy tükör. Tehát egy tükröt mutat a társadalom felé, mert hát mi más csinál? Nekem egyébként, bocsát bevallom, Chad GTP az első kérdésem az volt, hogy mikor fogod átvenni a hatalmat a föld fölött, és hogy lehet ebből megmenekülni? Ez komolyan, ez és ez mit volt az első mondott? Megmagyarázta, hogy ő csak egy language modellnek álcázza magát, és nem kell tartanod semmitől? Az, valaki mondta egyszer az egyik parallaxisban, szerintem egyébként lehet, hogy Kasza Magdi volt. Azt, mond, azt mondta, hogy, hogy, igazából nem az a legparább, hogy nem megy át a Turing teszten, hanem az, hogyha tudatosan nem megy át a Turing teszten. <laughs> az, hogyha direkt úgy csinál, mint a hülyébb lenne, mint ami. Csak zárásként, ha már adjak ötletet a következő podcastotokhoz is, egyébként léztétek ti a Jensen Huangnak a legutóbbi ilyen ő a CEO-ja az nvidia egyébként, és uh, ugye ők most kezdtek av avval foglalkozni, amit úgy hívnak, hogy, ilyen, hogy egy omnivers keretrendszer csináltak, tehát nekik most a nagy betűk egyébként az NVIDIA-nak az úgynevezett fizikáléjáj. Ez azt jelenti, hogy úgy trénelnek valós robotokat, tehát amik ipari robotokra, megyünk rá elsősorban egyébként, ipari robotokat, hogy ne úgy, ugyanígy tanuljanak, mint az emberek. Tehát csinálnak neki egy virtuális 3D-s tükörmását mondjuk egy gyárnak, a Foxconn is csinálja ezt például, meg egy másik kínai gyár, aki a napelemekkel foglalkozik, megcsinálták a digitális mását a, a, gyárnak, de olyan szinten képzeljétek el, hogy kamerákkal milliméterre lefotózták, és valós időben követték, hogy hogy működik egy gyár, megcsinálták a digitális szimulációját, majd azt mondták egy AI-nak, hogy figyelj, tervez nekem napelem gyártó robotot, meg tervez meg azokat a robotokat, amik az alkatrészt elviszik a -b -b És ha van elég kapacitásod, akkor fölbírod gyorsan az időt, és ilyen próbálkozás alapon, mit tudom, ilyen 300 év alatt, egy AI kitalálta, hogy milyen robotokat kéne gyártani, megtervezte a robotokat, úgyhogy most a következő gyár, hogy visszaviszik ezt a megoldást, és ezt implementálják, tehát egy AI gyárt robotokat, ami robotokat fog gyártani, és egy olyan terméket, amik valójában robotosulnak. És a, most az Nvidia pontbos volt a jensen az a demója, hogy azt mondta, hogy pár éven belül minden, ami mozog, és autonóm fog mozogni, és valamilyen AI fog ajtani, de az egész gyártósorok fognak lecserélődni, és AI találják ki, hogy ki mit csinál. Ha akartok egy kis csemegét, vagy gondolkodást adni a kedves hallgatóknak, hogy hova fog kifutni, vagy hova tud kifutni még ez a jövő. Hát igen, mert gondoljatok be, nem véletlenül mondják, akik mondják, hogy lehet hogy ha van földön kívüli intelligencia, akkor annak a leggyakoribb formája a földön kívüli mesterséges intelligencia, mert amit most definiáltál, az már nem csak, hogy egy ilyen Neumann automata, ami replikátorként tud magáról másolatot tervezni, hanem még fejlődni is tud, túlhaladni mindenen. És, ezt tudjátok, az a baj, hogy rákerestem, mert mondta Jenzen, hogy ez már nem skifi, és annyira nem skifi, hogy ezt két gyárban már csinálják. Tehát már megvan a digitális más a gyárnak, megvan a platform, mivel trénelik a robotokat, és már trénelik a robotokat. Tehát, hogy ez annyira nem jövő, hogy erre az Nvidia-nak már van egy teljes platformja, hogy, hogy ez hogy lesz. Tehát ez van, jobban mondva, bocsánat. Az utolsó témaköröm, amit itt szeretnék még földobni, ugye elég gyakran éri az a támadás a AI-t, hogy hát valójában borzasztóan környezetszennyező, mert sok energiaforrást használ, és ugye az áramot általában még mai napig olyan erőművekben állítják elő, és így tovább, és így tovább. És én ezzel szemben hoztam nektek egy olyan példát, úgy egy brit cég teljesen mindegy, egy olyan mesterséges intelligencia által végzett kutatást, illetve ezzel segítették meg végül is a kutatást, végeztek, amiben lényegében mágnesekben a ritka földfémeket váltották le, tehát amik egyébként, amiknek a kibányászása egyrészt iszonyatosan környezetszennyező, másrészt, hogy a széthordják a világon hajó valami megint környezetszennyező, és egyébként ezek a mágnesek az elektromobilitásnak hasonlókat segítik, én most a másik oldalról azt látom, hogy ugyanakkor az AI-a próbálkozások vannak arra is, hogy igazából ilyen környezetbarát megoldások jöjjenek létre. Ti hogy látjátok most ezt a mérleget? Szerintem visszatalálunk ahhoz, amit mondott az Árpád, hogy ugyanúgy, mint a kőbaltától kezdve minden eszköz esetében kizárólag az számít, hogy az emberek mire akarják használni. Tehát ez semmi más, csak egy új eszköz mindenféle jó, rossz, környezetbarát, környezetszennyező, minden más, az már szerintem rajtunk áll. Például, amit az előbb mondott példának Árpád, hogy mondjuk egy napelem gyárat tervez egy egy napele, napelem, gyárban dolgozó robotot tervez egy végül is hosszú távon ezzel biztos hozza uh, hozzájárul ahhoz, hogy mit tudom én, a ki, Kínában a több energiát termeljenek napelemmel, mint foszilis hát energiahordozókkal. Mit tudom, én csak mondtam valami bullshitet nyilván, mint hát is. egyébként például a szélerőművekben is ezeket a mágneseket használják, ugye, amit AI fejlesztett ki, ne hozzá ilyen ritka Persze az AI-t arra is megkérhetjük, hogy hogyan lehetne minél gyorsabban elszabaduló üvegházhatást létrehozni a Földön, és arra hozzon létre egy optimális forgatókönyvet. Szóval hát igazából hát ez, ez nem rájtuk, rajta rá, fog múlni. Ez kutatólaborban projekt lehet, de inkább ne szerintem. Csak visszatérve, mert hát csak a microsoft fut az egész ChatGPT, meg itt az OpenAI-os modellek hogy igen, tehát tényleg nagyon sokat teszik, de hála istennek a, a, itt a cég is nagyon gondolkodik azon, meg aktívan teszért érte egyébként, hogy hogy lehet az energiatékonyságot növelni. Tehát most jelentettünk be talán tavasszal a maya nevű processzorunkat, ami ilyen komplet, ilyen merüléses, vízhűtéses architektúrában működik. Tehát lényeg az, hogy próbáljuk elérni azt, hogy minél kevesebb energiavesztességet produkáljanak az adatközpontok. Tehát azok olyan technológiákat rakunk bele, ugye ezt ilyen PTU-nak hívjuk egyébként az adatközpontokban, hogy mennyi energia megy be, mennyit használnak fel a gépek, és mennyi az, ami hőként eltávozik. Tehát ugye ebből látszik, hogy egy, egy lenne a jó, tehát egy PTU az igazi. Már egyébként ilyen egy-kettőnél tartunk, meg egy-egynél az újabb adatközpontoknál, tehát ma majdnem egyen vagyunk, tehát nagyon jó hatékonysággal lehet menni. Fejlődnek a processzorok is, fajlagosan egyre kevesebb energiát csinálnak. De ami nekem a leginkább szimpatikus új terv, már van belőle kettő, hogy tengeralatti adatközpontokat csinálunk. Hogy, hogy annyira próbáljuk a hűtést megspórolni egyébként árammal, hogy egyszerűen csináltuk ilyen óriási nagy hengereket, és észak és dél van már belőle kettő, és így beverítjük őket a vízbe. Bormáutnál meg kijön egy jó kis halászlép ja, meg az új adatközpontjainknál ugye pont a, a legújabbat talán az egyik, a svéd, a 100% megújuló energiával megy, tehát erre a cég is nagyon-nagyon odafigyel, hogy tudatosabb. Mondjuk meg. a szervizelés az para, de azért egy ilyen tényleg ennél óceánnál jobb hőtartályt nem lehet találni a bolygón. Képzeld el a szegény rendszergazda, amikor be kell öltöznie mindenhez. Búvárruha meg, Igen. <laughs> Csak vicceltem. Uh, újfajta rendszergazda képzés, búvármerüléssel együtt. Mé rendszergazda. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velünk, az adásidőnk az sajnos elfogyott, és a kedves hallgatóknak is köszönöm, hogy itt voltak a Parallaxis extra és ha tetszett az adás, akkor kérjük, hogy kövess minket, iratkozz fel ránk a kedvenc podcast platformodon, és ne felejtjétek, a jövőt mi formáljuk, a lehetőségek pedig végtelenek, legyen kreatív napotok! Köszönjük szépen! Sziasztok! Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu, lájkold like a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgassd a Szokol a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságíró Klubja és a Tudományos ismeretterjesztő Terjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna díj külön díjával jutalmazott blog podcastjét az MD Media készítette. Kreatív producer Horváth Ádám Tamás. Hamarosan jön a következő rész.